Egy megfiatalított csapattal azzal a céllal vágott neki a bajnokságnak az MMTK, hogy a szezon végén ott legyen az első három között a tabellán. Ősszel egy hónapos szünetet kellett beiktatni a járvány miatt, majd a nézőket is ki kellett zárni a meccsekről, így nem volt könnyű dolga az önkormányzat és az egyesület teljes támogatását élvező csapatnak. A bajnokság első felében három vereséget szenvedett az MMTK, tavasszal viszont mindössze egy csapat bizonyult jobbnak, Drabik Péter együttesénél. Az aranyérmes Füzesabon nyert egy góllal a városi sportcsarnokban. Végül 11 győzelemmel, egy döntetlennel és 4 vereséggel a második helyen végzett a Máté Szalka az NB2 északkeleti csoportjában. Ezüstéremmel zártuk a bajnokságot, úgy gondolom ez önmagában így azt kell mondani, hogy boldogsággal tölt el, meg eredményesnek tudom mondani a szezont. Különösen úgy, hogyha végignézzük ezt az évet, tavalyi év végén 5 meghatározó játékos hagyta abba Máté Szalkának kézilabdát, köztük olyanok, mint Kis Judit vagy Kis Brigitta, aki gólkirály volt, Pap Beáta a kapus, tehát elég nehéz volt őket pótolni, majdnem teljesen új csapatot kellett építeni, de úgy gondolom, hogy az eredmény azt mutatja, hogy valamilyen szinten ez sikerült. A vezetőedző szerint fontos volt, hogy nagyobb hullámvölgy nélkül tudták végigjátszani a bajnokságot. Mérkőzések küzdelmesek voltak, de az volt a jó, hogy folyamatosan jó színvonalon tudtuk tartani a játékunkat, annak ellenére, hogy rengeteg törés volt a bajnokság lebonyolításába, volt olyan, hogy több mint egy hónapig nem léptünk pályára, így elég nehéz volt fenntartani a tüzet, meg magát a zenőléti dolgokat a lányoknál, de hál' Istennek ezeket a szakadékokat át tudtuk lépni, és úgy gondolom, hogy a 16 mérkőzésből is talán egy volt, ami nem volt olyan jó színvonalú, amit elvártunk volna, de a többi mérkőzésen a lányok hozták azokat a dolgokat, amit begyakoroltunk edzéseken, úgyhogy ebből a szempontból úgy gondolom, hogy eredményesek voltunk. Mint a szakember elmondta, elsősorban a csapategységnek köszönhető az eredményes szereplés, saját posztján mindenki igyekezett a legjobbját nyújtani. A belső posztokon játszó játékosokra végig nagy teher hárult, mert kevesen voltunk középen, és itt a lányok tulajdonképpen folyamatosan majdnem csere nélkül játszották végig, de széleken is volt így, tehát akik a legjobban szerepeltek, úgy gondolom, de nem akarom kiemelni őket, de azért csak elmondom a nevüket, Torma Eszter, Drabik Panna, Márkus Peónia, Gyökös Barbara, Deme Barbara, Deme Fanni, de hát folytathatnám tovább tulajdonképpen az egész csapat, mert mikor kellett, akkor mindenki ott volt, és hozzátette azt a kis lendületet, ami kellett ahhoz, hogy hozzuk a mérkőzéseket. A játékosok még 2 hétig edzésben maradnak, majd a pihenőt követően augusztusban kezdődik el a felkészülés a következő szezonra.